Varázslók, goblinok, papok és elfek lepték el a Vörösmarty Mihály könyvtár budai úti tagkönyvtárát szombat délelőtt, hogy megküzdjenek a rájuk támadó szörnyekkel, hiszen ismét megrendezték az asztali szerepjáték műhely egy foglalkozását. Ezúttal a Dungeons and Dragons, a Jéggerinc csúcs sárkánya című, az elfeledett birodalmak világán játszódó több részes történetét kezdték el játszani a résztvevők, melyet az elkövetkező 12 alkalommal fognak folytatni. Az eseményt minden hónap első szombatján rendezik meg a tagkönyvtár olvasótermében, ahol az asztali szerepjátékok szerelmesei kielhetik fantáziájukat. Alapvetően azoknak a típusú emberek keresik ezt az elfoglaltságot, akik játékos beállítottságúak. Tehát kipróbáltak már társas játékokat, használtak mondjuk lapozgatós könyveket, ahol ugye a történetet egy kicsit ők irányíthatták, vagy egész egyszerűen nem elégednek meg a filmeknek a megírt forgatókönyvével, hanem ők szeretnék jobban befolyásolni és új utakra vinni a kalandos történeteket, úgy, hogy egy karakter bőrébe bújnak. A szerepjáték számos érdeklődőt vonzott a tagkönyvtárba, teljesen új játékosoktól a tapasztaltabbakig, köztük egészen fiatalokkal. Az asztali szerepjáték műhely egy éve működik a városban. Az asztali szerepjáték műhelyt azt azért hoztam létre itt Székesfehérváron, hogy megismertessek lehetőleg új rendszerekkel, akár már aktív játékosokat, akár laikusoknak bemutassam a szerepjátéknak a lényegét. Ugyanis több ezer szerepjátékrendszer és világ létezik, viszont jellemzően csak a híresebbek jutnak el a játékos emberekhez, akik keresik ezeket a típusú elfoglaltságokat, és nagyon sokan nem is hallottak róla, vagy a szerepjáték asztali szerepjátékot összekeverik egyéb szerepjáték formákkal. A tagkönyvtárban minden hónap első szombatján folytatódik majd az elkezdett történet, ahova várják az érdeklődőket, hogy becsatlakozzanak egy varázslatos virág eseményeibe, egy varázsló vagy akár egy bárt képében.